Laktál? Aha, legyél valami kis valamilyen. Raktára? Garázs, legyen ilyesmi? Csak van galáz, én lágoházok az életet. Neki honnan tudja, fogalmam nincs. Na, azt mondja. És az ránk akarsz kanyarodni? Nézzük akkor ezeket mondjuk először. Jó, lemek. Akkor az előbb is utánunk jött, csak elkult a kanyalt. Értem, és mit szeretné? Ó, basszaj. Ennek a gépjárműből, köszönöm. Hola! A kezi csókolom. Kisgyerek is szálljon ki. Jó napot kívánok, Magyar György vagyok. Rendőrjárőr. Jelvényszám 3169. Egyrészt hiányos. A gépjármű szélvédője. Most akarom menni a hakás. Mert egyedül van a picit, hakás. Mindhogy a kövér lett volna a gázodás. Szeretnék egy jogosítványt, illetve az autópapírait szeretném elkérni. Értem, már is akkor várjon, akkor benyúlok zsebembe. És akkor jogosítványt ki. Ez egyik kacsa, ez a személyi. Itt van a jogosítvány, parancsoljon. Azt mondja, Nina Diaz. Ismerjük a Nina Diaz nevet, kollega? Egy pillanatot kérek rá, és nézek gyorsan. Hol nézd rá, itt áll előttem. Na? Nem tudom, a kollégát várom az autónak a papíreival, ön rendelkezik. Itt úgy látom, hogy nincs közés semmi. Nincs közés. Nagyszerű. Én rendelkezem, csak lehet, hogy kicsit begyújtottam le télen, érted? Lehet, azt laktam be a kandallóban, már nem is emlékszem. Visszakaphatom a jogosítványom, uram? Természetesen, tessék. Köszönöm szépen. Megvan minden, kocsi, minden. Hol vannak a papírjai az autónak? Forgalmi engedély, amivel bizonyítja azt, hogy ez a gépjármű a forgalomba részt vehet. Szerintem valahol a kocsiba. Tehát, most én nézem meg? Most én? Most ki adta ki a feladatot? Most én önnek vagy csak ön, én nekem érti? Na ide figyeljen, addig szórakozik itt, még el nem viszem. Tudod, hozzá elő a papírokat a kocsira. Boci, csak én éppen landizom, érted? Nem kell elvinni landizni, mert most landizunk. És? Lehet sétálni szépen a tengerparton. Lehet sétálni a sétáló utcába, nem kell olyan kocsival frikázni, ami nem felel meg a forgalomba való részvételnek. Érte, uram? Értem, persze, de ez simán jó forgalomba, ez kurvállam, lehet neki lúdni. Jó, akkor erről van egy papír is, amit forgalom engedélynek hívnak. Értem, mész merre? Értem. Uram. Töltöd merre, a kesztyűtartóba talán esetleg. Nem ismerem az észrárását, uram. De így szemmel láthatólag akár is lehet ebbe a kocsiba. Mit nincsen semmi? Szomorú. Hasonlít akkor a fejedre, mi? Fiam. És miért otogatja az állampolgárokat? Megkérdezhetem, uram? Hogy mondja? Miért bántja, oltogatja az állampolgárokat? Nem kérdezheti meg. Na, akkor hol van a papír? Mi az, hogy nem kérdezhetem meg? Azt kérdezek, amit akarok. Így van. Ez a dohosszagú lendül, miért beszél velem így? Nem tudom, hogy miért beszél így, gondolom, hogy tett. Na, ide figyeljen, fiam. Akkor most elmegyünk a HKS-ba, azt megcsináltassa a papírt. Csináltassa? Volt egy légifilm, ott dumcisztak így ilyen légifilmekbe, érted? De a régi filmekben megcsináltatok forgalomengedélyt az autóra, nem? Én nem is tudtam, hogy kell. Régi filmekben lovak voltak. De nagyon régi filmekben voltak a lovak. Ja, nem tudtam mennyire régi. Most akkor elmények a háke, most akkor... Akkor hogyan vettél gépjárművet, azt se tudod, hogy kell rá forgalomengedélyt. Hány évet vett a fiam? Szok. Menni. Titkos.
Akkor egy személyigazolványt kérek. Francba. Picába. Málisz, ke kell leszel? Mit van a kis drága táskámba? Látom az övtáskát a nyakadba hordott, sok ezért biztos nincsen. Miért baleset veszélyes? Vagy mi a baj vele? Tehát mondjuk az biztos, hogy baleset veszélyes. Azt mondja, hogy... Ő... Ó, kollega, külföldi, hagyjuk. Nem? Mehetnek, persze, mehetnek. Hát, első viszont. Aj, de hülye geci! Kérem, csináldassak! Megzolgod érvényes forgalmengedét, és nem közelítettek vele. Írtam, persze! Csak ideig? Tovább szépen. Menj be a lakászba! Nézd meg, nem látod, kollega, nem tud beülni az autóba se. Lágám, most mit csinálsz? Most nézd meg, most helyszínelnek most a lendülők mindjárt. De miért gondoltam, hogyha ide jöttünk a koci, ide jöttünk a házhoz. De most tényleg, most ide jöttünk a házhoz, érted, hogy akkor megnézzük a lakást, hogy kibéljük, hogy hol fogunk kúlni. Én parkoló. És akkor... És a rendőr megbüntet, ha itt még állsz. Most tudod mi a szelencét, hogy itt vannak a lendülők. Ez a nagy szelencét. Olyan oldasz, nagy, olyan oldasz pofont levágni. Ezt mondtam, hogy Eszte. Mondtam már Eszte. Biztos úr, most mi a tendő? Nem éltem. Tehát hívjanak egy szerelőt most. Hát szerintem, mert így aztán ajtó nélkül biztos, hogy nem vetnek részt a forgalomban. Értem. Ennek ez a fétisza, hogy forgalomba, forgalomba? Ki lehet a forgalom? Ki ez a forgalom, uram? A forgalom. Gépjárművek sokaság az utakon. Biztos úr, önnek nagyon... Én akartam, ezt nem értem, mit történt. Tehát nagyon szomorú lenne, hogyha erősítést kéne, de most hívnom. Biztosul, önnek fontos a forgalom? Hát nekem az is fontos, hogy egy pisztolyt láttam ott a hőnek a kezében. Telefon nyomkodtam. Az egy kicsit nagy volt egy perettához képest. Ajjaj. Nem? Nagy bajban vagyunk. Érti? Rendben vagyom, kérem utasod a fegyverengedélyt akkor. Nincsen? Hát az szomorú. Okol be a kociba. Drágám... Majd mondom, még egyszer a telefon nyomkodtam. A telcit nyomkodtam? A telefont nyomkodtam. Harmadjára. Háromszor nyomkodtad meg a telefon? Vigyázz, mert ezzel lendő lenne. Ez a fétisz, a forgalom. Így akar részt venni a forgalomba? De nem értem, mit... Pisztolja. Ilyen pisztolja, mondom. Telefon nyomkodtam, nem történt, de semmi se. Ti hívtak már szerelőt? Persze. Hát azt szeretném, csak... Csak? Telefont próbálom nyomkodni? Hát nem tudom, kollega, mi legyen maga a főnök. Hát közben mindenképpen meg kell várnunk ezzel előtt, ajtó nincs az autó, és nem el kell viselni itt az urat per hölgyet, HKS Services. Nem. Az a be, kicsi időponttal jöttünk, mert szeretnénk kibérelni egy lakást. Értem, uram, akkor viszont meg kell fognunk az autóját. Választhat. Hiszem már HKS. Picába. Meg kell győződni arról, hogy a jármű részt vehet-e a forgalomban. Istenem, ez csak forgalom, forgalom. Persze biztos úr. Forgalmi engedélynek hívják azt a papírt, amivel a jármű részt vett a forgalomba. Amennyiben a gépjármű nem szerepel nyilvántartásunkba és a forgalmi engedély sincsen kitöltve, akkor nem. Itt tartósított jelenlétet a forgalomban. Megértette? Persze, forgalom, forgalom, blablabla, bla, bla, persze. Nagyon sokszor éhánkzik a forgalom. Nagyon sokszor, mert hogyha forgalomba vesz részt és balesetet okoz, akkor önnek kell minden költséget állni, amennyiben rendelkezik biztosításra. Ha megállok, csak akkor? Tehát szerintem meg fog állni. Forgalom, Istenem. Forgalom, csak ezt mondja, forgalom. Jó napot kívánok. Tiszteletem. Hola, uram. Tehát megint egy kis ajtó letölt. Mindig letölik megvan az ajtó. Megvan még az ajtó? Megvan, persze. Te jó szorul laktad fel, mert ma már egyszer fellaktad. Tehát ó, már jártok, akkor ez most ingyen lesz? Persze, HKS. És akkor még... Az előző sem volt kifizetve, hát azt mondta, Rico, kifizette.
Hát az egy dolog, hogy ő kifizette, de te elmentél fizetés nélkül, ez nem szép dolog amúgy. Mert azért, mert tudtam, hogy Liko kifizeti. És azért átvágni, amikor többet az visszaadom a pénzt. De azért, mert Liko kifizette, vagy Flancia, tudtam, hogy kifizeti. Hát kérdez. Utólag, mert elmentél. Szeretnénk csinálni a forgalom valamit, mert a biztosul ez hajtogatja, csak hogy forgalmi, és forgalmi. Forgalmi engedélynek hívják ezt a papírt, jegyezze meg. Nagyon fontos neki a forgalom. Elongi. Hát, csinálunk egyet. Fontos neki a forgalom. Szia Lord Hunter, szia! Forgalom. Milyen túlszaka van. De most uram? Uraim? Túlszaka van, nagyon érvőleg szaka. Elég. De most uraim, most önök mire várnak? Megkérdezhetem? Halló? Forgalmi engedélyre várom. Persze, persze, az engedélyre várom. Értem, és másodok? Nincsen? Csak egy hibé állni 20 percig? Persze, nincsen. Persze. Ha megkívánja helyzet, akkor... Nekünk a forgalom biztosítása legfontosabb, és az, hogy mindenki a forgalomban egyenlő részvételre tanúsítsa a részvételt és felelősséget. Értem, és... Ezt még egyszer lasszabban? Nem értettem. Hogy? Még egyszer? Hogy te is felfogd, vagy hogy mondjam még egyszer lasszabban? Tehát... Nekünk az a feladatunk. Igen. Folytasszal. Eddig felfogtad, hogy persze. Biztosítsuk azt a feltételt, hogy a forgalomban minden résztvevő egyenlő felelősséggel vegyen részt. És ez kell a papír? Ez kell a forgalmi engedély, ami tanúsítja azt, hogy a gépjárműve a forgalomban részt vehet, a forgalomban részvételre alkalmas. Alapos átvizsgálás után megállapítják a műszaki állomásokon, hogy a gépjárműre forgalmi engedély kiadható, tehát a gépjármű műszaki állapota megengedi azt a tényt, hogy a forgalomban részt vegyen. El fogok aludni. Amennyiben ezzel a forgalmi engedélye nem rendelkezik, a gépjárművét el kell szállítassuk, mert nem vett részt a forgalomban. Megértette ezt? Értem, persze. Nagyszerű. Tehát akkor most, ha van egy papíron, forgalomban lett részt, de hogyha szociopatikus gyilkos, vagy nem normális, akkor különösen, hogy van papíron, attól még lehet forgalomban menni? Nem értem. Amennyiben maga nem beszámítható, akkor nem fog jogosítványt se szerezni. Van magának jogosítványa? Titkos. Mi köszönöm hozzám? Azt nem értem, szok a kérdés. Csak kérdezem, hogyha most ilyen szociopatás papírról beszél, vagy ha maga nem beszámítható, akkor az ki fog derülni, és akkor maga nem szerezhet jogosítványt. Csak az a kérdés, hogy addig milyen kálok állendelül ki? Hogy mondja? De milyen kálok? Milyen káló? Mi az a káló? Ön kálok. Mi az a kálok? Hát a kálok, lágám, most mondd már el a bácinak. Hát, az a kár, érti? Ó, oh, kál. Kár. Az első károkozásnál kiderül, hogy magának nincsen jogosítványa. És hogyha a gépjárműve nem rendelkezik forgalmi engedély, akkor valószínűleg nincs rajta kötelező gépjármű felelősség biztosítás, és akkor aztán valószínűleg magának kéne megfizetni az összes kárt, és mivel úgy látom, hogy maga... Hát, hogy mondjam? Nem ez a felelősség teljes ember. Így csak pereskedésre számíthat. Pereskedés? Lemek? Igen. Nekem nincs jogszím egyébként, de nem is én vezetek, érted? De most lesz ilyen forgalmi szal, vagy mi az isztem? Annyiszor kimondta, szelelő kettőt csináljam, annyiszor kimondta, hogy eszkül kell kettő. De írunk akkor egyet. Viszont uram, az autóra tudni erejé van-e? Rendelkezik-e módosításokkal ez a gépjármű? Ez, nézze már meg, ez egy Jaguar Project. Ez én értem. Ez egy Project Jaguar, ez egy gyáli, ez nem egy Tuningos 4S Golf, érted? Hát én azt értem, viszont abban a sűrítésben a gépjárműben azért kötelező, hogy legyen a gépjárműre. Istenem. Kell rajta lennie egy nincs tűzszámnak. Nincs-e más dolgod? Istenem. Írd bele azt a szalt, hogy le van szötélítve az a szal. Mert fejélből van, és szétéget ez a kurva. Kérdik szépen, hogy szépen igazolványt hozzá. Istenem. Hát ez bizony le van sötétítve, DeLonghi úr. Elég erőteljesen. Nem tudom, hogy lát ebből ki.
Van magának valami? Szembetegsége vagy a hölgynek? Hát a cajomnak sok betegsége van. Micsoda? Szembetegség van-e köztük? Már csak az abból azokból kérdezem, hogy itten az első szélvédő is le van sötétítve. Tehát így aztán lehet, hogy a forgalmi engedélyt akkor se lehet kérni, hogyha a műszaki állapot egyébként megfelelő lenne. Az egy kicsit ott be van sötétítve, az nem azt jelenti, hogy az egész fekete és nem kilátszik, mert belátszik. Na majd mindjárt ezt ellenőrzöm szemrevételezéssel. Ugye, van az a szűrő, a napszúrő, hát könyörgöm, hát kiégeti a lámpaszépét. Milyen Jaguar ez? Jaguar Project. Van egy kis. Addig kötekszik, amíg nem tudja... Valami azt jutott, azt mondom, Seven. Ez sima fehér, ugye? Sima fehér. Szia Dokám! Filin! Szia Itti! Szia Doka! Szia Kenshin! Szia Kenshin! Kisebb mint három. Köszönöm szépen fél évedet! Hatodik hónapodat! Köszönöm szépen! Mi? Jó lesz? Persze, biztos. Mutasd meg a biztos úrnak is. Jöjjön itt a forgalmi. Meg nem elevedjen. Forgalmi engedély. Na meg tudja mutatni még már, most kapta meg, már elhagyta. Kicsit hogy nézzem már? Nézegessed, nézegessed. Addig, amíg be nem vonjuk. Maga, miért ennyire gonosz rendőr? Ez miért mi? Én csak a munkámat végzem, hölgyem. Hát minden teszik? Agyszerű, nézem is. Most csináltatom, majd be akarja vonni, ha most csináltatom még. A másikat is odaadtam. Agyszerű. Na de Longi úr, akkor további jó utat, most már egyenlő fél a forgalomban, és most már nem kell aggódni semmiről. A hölgynek meg a lába, ne legyen olyan nehéz. Étettem, uram. Azt is megmondhat ennek, hogy ne legyen egy kis kancsal cigánylány. Micsoda? Hát, szeretem. Szemi. Ez nem egy jó taktika, de Longi úr, hogyha a hölgyel tervei vannak. Szeretem. Nagyszerű. Na, akkor viszont látásra. Más valami? Valami szép volt. Nincsen semmi. Kihoz. Szeretem, hogy egy kis kancsal vagy, érted? Kicsit nem beint... vagyok kancsal, nem vagyok kancsal, pedig. Kellek én még nektek? Nem, mindjárt fizetem el. Biztosul! 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 Tessék, de Longi úr, halljuk! Tici tessék vagyok folyam. Egyébként, Ticiá. Mondja már ki még egyszer, hogy folgal mi? Na jó, van most már, ne szórakozzon. Eszkü, kélem! Na ide figyeljen. Most szórakozik velem? Nem, csak még egyszer szeretném hallani az ön szájából, hogy folgal mi. Miért? Nem, mert szokott tanultam ma öntől, érti? Nagyszerű, jó, forgalmi engedélyére vigyázzon. Köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm. Mert... Sokat a szegget. Hát, kifizetem, tudjam menni, úr. Adiós. Ezt a szeggetekbe köcögök, és ezt a másik, ezt a szeggetbe. Fúj, de annyira kényú volt. Zárd be autót, Ticia. Legám, miért húsz elő gyakorol a kurva nagy stukkert? Ezt tukkel a mászkálsz? Igen, de nem akartam előhúzni. Véletlenül volt. Még csúszott az ujjam, kézim. Na nézzük még ingatlan. Majdnem bevaltak. Csak biztos felismertek, hogy én mikor... Várj, most nekem is a gengszellemem? Cici? Az a gengszellemem, nem? Mel! Szék. Nézzük be, nem tudom, fogalmam sincsen. Csak kérdés, hogy jó, erre felé így ámoló fele, Bahamamáznál. Simán, nem? Flankó kis hely. Egy kicsit csendes. Egyelőre, csak ha kinyílni ez a klub, akkor már nem lesz csendes. Szerintem magaszon nem lehet majd hallani a kis emberkék úgy táncikálnak, nem? Hájjajjajj. Hoppá. Azt hittem, azt kéred, még nyisztam ki neked az ajtót. Nem kérd, de hogy is. Ilyen úri dolgokat nem kérek tőle. Assza kurva. Hát ő... Furcsán megért egy autó odalent az út közepén, aztán ott áll és nézett egy darabig, azt hittem elvisz mire. Jó, jó caj vagy. Nem vagyok, legalább megvédelek, eszkü.
Miért zsantítasz, Tici, ami baj? Elesztem a másik ingatlanba lépcsőn. Szegény. Na most akkor menjünk fogunk itt kúlni. Na hogy csináljuk a... Hogy csináljuk? Itt. Így szerintem, és akkor a... Így gyere. Az legyen... Mi legyen a hátére? Sok épület? Én szerintem a kis új tévé, meg ilyesmi. Ott, lemek. Mosolyog. Mi legyen a kis cím? Új lakás. Vagy kuros lakás, vagy ilyesmi. Mi nézem fönn addig, mert nem láttam fönn milyen. Szokott fogunk kúlni. Új közös kúlós lakás, ahol szokott fogunk kúlni. Szóval, mi van a Veldával? Én nem, csak motorozni akartam. Ja. Ízetben nem akarok hozzá a kocsiról, csak sokkal többen. Sok. Most sokkal... azért nem lesz azzal a Veldával, mert eszi a kis benzint? Istenem. Sokkal jobb ez, és sokkal mennünk. Mindegy, azt akartam, Nina nem tudom, mondta, hogy mit beszéltünk. Valamit hallottam tercibe. Na, annyian lényeg ezt, most úgy lehet kezdem. Beszélgettem valami úgy lendőlel, aki Fosz kociával járt. Azt mondta, hogy bement nagyon jó kapcsolat, hogy ennek ezt megkapta a kocit, mert ugye Fosz meghalt, és lefoglalták, meg ilyenek. Akkor megkapta a kociát, és akkor odajött. Ja, odajött Likó, és akkor Likó vagy Doncisztunk, meg ilyesmi. Aztán odajöttek azok a kis méhecke luhászok, azok a kis nyomingelek. Elkezdtek ott pattogni, hogy menjen fél a Likó. Én megpróbáltam mondani, hogy nem, és akkor mondták, hogy de, és akkor kiszálltak kb. 16-an a kociból, és akkor körbevették Likót, és akkor alébb mentek. Én mondtam nekik, hogy méheckék, azt elkezdtem veszekedni velük, aztán megfenyegettek a dagyonvelnek, ezért inkább alébb mentem egy kicsit, és akkor Likó mondta, hogy ezek tök nem normálisak, mert hogy ilyen fura nyelveken beszéltek, én mondtam spanyolul, de azt mondta, hogy én áltudítuk, meg mit szóval nem is éltettem. Aztán az volt, hogy később meg Likó felhívott, hogy most nem él rá, mert hogy baj van a szárgákkal. Aztán most elmentem a HKSB-be, körülbelül nagyon sok rendőr volt ott, és nagyon sok a szárgák, nagyon sok lila ruhász és fehér ruhász gettózarcokat ejtettek túlszul a HKSB-be, és fegyverekkel hadonáztak. Ennyi a lényeg ez. Nézzük már arra gyorsan. Ott voltam, de a rendőrök azt mondták, hogy még egy időnek letartóztatnak, mert már háromszor mentem körbe. Váó, kikezdik a motorosok, hoppá! Biztos az volt, izé... Én nagyon láttam eddig ilyen motoros klubszerű motorot. Mi már szokszól? Én együtt sem láttam eddig. Én is láttam, mert biztos az, neki mentem a kocsinak. Ulam, ne parkolj már legközelebb elém. Csűrű morász. Ó, meg is érdemelte. Nem látod, hogy szétálok? Miért vágott belém? Fiam. Te vagy a Mikulász. Én vagyok bátya. Szétáltam, miért vágott belém kocival? Én nem vágott. Ajándékot nem kaptam tavaly. Istenem. Na. Hát már jó gyerek voltál azért. Papuc meg jó öltöny. Istenem, te cicka. Menjünk, mert meg fognak verni. Menjünk. Most mi jut eszedbe? De most, hogyha sokáig gondolkodik, Lágám, akkor hiányoznék, mondjál. Gyere ide, kicsit elém. Ide le. Most mi jut eszed, vagy köteszem? Nem tudom. Semmi. Lemek. Na kis malac. Lemek, szeletem. Halló, cá. Figyelem, te vallak? Gondolkozom. Eszkü nem. Tényleg, most nem kell megtenni. Jó, aztán átfogunk elkezdni. Mondom, mondja Zino! Annyi lenne a lényeg, hogy fizetünk meg mindent, de hozná három darab spanglit, és értek tudná jönni egy négy személyes autóval a küldött kordira, mert köcsük Csabika leborult a hegyő. Persze, megoldom. Megoldom? Küldjét, kordit, cső! Öt leszünk az autópályán, szóval három spanglit. Ne menj be! Egy menincel készített kocsik. Ott van egy GPS, oda kéne menni. A GPS-t le el kell menni Cino-ért. Itt van Likó kocsia. Itt mennyitek a köcög majd mihez szép. Menjünk be, nézzük meg. Ott vannak. El kell mennem. Egyedül. Szálljatok ki a Diki, gyorsan jövök. Mi az, hogy egyedül? Kell én nézzék mi ez kocsi. Elmegyek Cino-ká él. Addig kérdezzétek meg mi a lák van. Itt alci.
Basz meg! Még előttük le kell érnem. De várjál, miért futok? Hogy kérdezzem már meg. Három panglika? Cső! Jézus, hogy néz ki, Cső? Ő fekete Jézus? Csomodának, barát! Cá! Mehetünk, Gino, gyere már az anyja! Egy kacsak Gino a gyerekülésbe rugdosta a kocsim hátuljátrát. Pusztul, azt figyelj ki személy. Nem tudod, hogy hon van a fülke, a rák meg? Ja, keressük már fülkést, hát. De szét, milyen fülkét? Amin hát, nem lehet adni a drogokat, hát. Nem eladni, de miről beszélsz, te pusztulat? Jó van már, ennek nem fülcét adni. Kell hinni a mamát, te gyász. Jó nem van már, nem fülcét. Dugulj már el a rák, meg ez nem lehet ott a hátul. Nem könt akarni, meg én nem könt akarni, hogy be vagy mindig alkoholizálva. De kussoljál be. Hallod a tiát? Vagy nem a tiát? Belaktam a kis szüveckét a kesztyűtartóba. Persze, mara. És melekebb, hova vigyelek titeket, nem? Mara, valahova vigyél, a publikba mara, vagy ezen garázsba. Fűgaláz? Persze. Már állj már meg, hogy beszéljünk. Persze, azt mondták, hogy te nás izé, nás trici mara. Szíjatok be. Ez kólai fő, óvatosan. Oda cigánok. Éj, gyerekek, hát. Én rájutottam, hogy csak a ficsésbe álljon. Összehúz. Hát mara, most nem azért mondom, de ez rosszabb volt, mint a herpán. Te szék? Mi? Mit is mondtál? Nem találom a kilincset, mara. Ja, éltem. Azt mondtam, mara. Csumézlak értünk, de a stricén, mert szétmentünk a kocsival, ha. Elváltak az útjaink, ha. Csinyom a Gino, az mind a tiéd. A Gino a hátsülésből, a gyerekülésből rúgdosta a vezetőülésemet, és leestünk a hídról, a pusztról, tegyek ki a szemét. A gyerekülésből. A fenn van a kezem, hogy a gyerekülésből rúgdosta. Már félek a stricitől. Ja. Gino, gyerekülésbe ülsz még? Hát a tiédbe, igen. Hé, cá, elvigyünk! Te hülye vagy? Olyan ideg van benne. Hon vagytok, há? Persze marad, csak most tartom elférszem. Ja, besze fiesz. Hát ez jó, vigyétek rá, kell. Persze marad, te vagy a Peti, há? Kicsit valak itt. Na figyelj már, Peti, mi a helyzet? Cső! Na jó, hogy gyerünk, há? A pusztulat ott tesz meg, dabba be. Legyünk vissza majd azért a gyászos. Mivel tartozunk? Jó viccelődész. Hát először szóban ki kell fizetni azt, amit... Jó, az a tici. Hoztam cő. Ez tici, aha. Én kurva egy balém volt, Peti állítólag. Cő. Durranda volt, hát. Mit is mondott? Valamit mondott Peti. Hát, hogy kicsi a pöcsöd. Ilyesmiket, ja. Micsoda? Azt mondta. Kurva szőlősz, nagy hosszú falkam van ember. Hát maximum, ha nem látszik a szűrőt, hát. Persze, simán. És olykor a kis tojásom, mint a kis, mint azok a kis pici kis tojásom. Aha. Most mit csinálsz? Mit csaptogsz? Semmit. Kis tojásom van. Kis tojásod van? Persze. Azt anyám. Ez nincs itt. A Dagobert home vagy? Visszajöttünk, érted? Tanass se hátra. Már ott van Lebi. Ezt is el kell hozni. Mindenki főket. Cá, Lebi! Gyere, Lebi, elviszünk Ákeszbe. Petit most vittük el. Mi? Tényleg? Dagobert home vagy. Majdnem mondtam olyat, amit amúgy nem kellett volna, mert nagyon... Mit csináltatok itt? Hagyjuk. Kórházba futtok el, vagy honnan? Nem. Elrepültem kocsival. Ő értem jött mondtatóval, kevés sikerrel. Oh, akkor... Szóval tudod vezetni? Na. Ne szígyed, mert megüt. Mármint nem Lebi a Peti. Szóval. Nem. Nem. Meme. Nem tudod az mi, ahogy megüt. Köszi. Cá. A görcs összehúz, mondom. Most hol van Dagobert? Hon vagy, te rákos? Ott szalad. Elüsszük, viccelődész. Nem. Nehogy elüsszük. Figyeld, mindig megsértődősben van, hát. A szájába te gyászol. Persze, hogy állak, hát. Cá, Dagobert. Szám, milyen Dagobert, mara? Ezt marádom vagyok. Azt mondták, úgy hívnak, hogy Dagobert. Tényleg. A pusztalat megesztiteket, mara. Figyeld, mert itt hagytad, amiközben futottál. Ahol mondta, hogy kiszállt el a kocsiból. Nem, kiszállsz majd, hagyjuk olyat, hát. Hogy nézek itt? Le vagy borontránkozva, hát? Le, mara, ez én. Köszönjük, Strici. Köszönjük, futás van, még nem tudjuk. Csak hívjatok Cicinek, Zinoka? Nem áll! Zino! Ja,
baj, ha? Szeretném, ha kifizetnétek, érted? Amit hoztam, csak annyi kell. Többi baláti szíveszég. De mi kell? Persze, Ginuka. Hát, add majd a Hennessy-t, ha. Hogy, várj már, Ginuka, tím majd el. Ginuka! Hát gyere már, fizess már két ezért, a fiatal asszont, ha. Segítszek, jól vagy? Gyere, segíts már! Éj, megtalált a helyét. De már nem azért a 20 fényt, ez a Peki csávó ott sétálgat. Az hogy van elintézve a sorsa? Lebeka tényleg leütötte. Milyen kis... Milyen kis elősz, vagány caj vagy, Lebi? Nem lenne lotyom, te lennél a kis lotyom. Aha. Nem vagyok a kurva lotyom. Jól vagy? Legám, mondtam, hogy te nem lennél, érted? Hozzátettem. De nem vagyok lotyó, érted? Értem, persze. Megértettem. Menj már, én rádnék rajtad, Murá! De én csaje vagyok, nem Muré! Ezt neked mondtam el velem, így nem beszél? Kész egy ücit? Nem. Jó, mert nincs ízt. Semmi baj, érted? Hol van őszláb? Jó vagy, kicsim. Te szik? Nem lény, az vélet. Lágám, üzlámban mit oda van? Hát ki volt nyitva a garázs ajtaja, és akkor a szél van, hogy akkor a füstfölt vagy szellő volt, érted, hogy hát most nem tudom, hogy valahol ott van bent. Majd meglátjuk, hogy mikor kell föl. Te szék. Elvitte a szellő. Egy kicsit ott állszik saroppán, mert elfáradt. Hát nyitom ott a garázs ajtó, érted? Aztán kólházba. Befújta a saroppán. Jó, megvárlak itt, mert ez nagyon vicces eddig. Zino, tartozol még! Keveszet adtál, Zino! Elég sok dolga lesz. Hol van Zino? Szerintem... Eszmeláda, hol van Zino? Rá tudjam, hogy ráhantam! Mondjuk, hogy tartozik! Szellő! Mora, azt tudom, miért rák van, hát! Tíz üzenő, hogy tartozik! Jó, majd így lény lapra maraszt, dugd be a zsebembe! Na, mi van? Semmi. Még egyszer Lotyónak hívt, lepofozlak, csak mondom. De most, amikor azt mondom, lehet, hogy Lotyó, akkor csak... az nem losszból, hanem hogy a cajom, érted, a kedveszem. Akkor mondd ezt, gengszeleszen. De nem mondhatom azt a gengszelek előtt, hogy édeszem, mert azt hiszik, hogy cicka vagyok. Értem, de azt mondod, hogy csajom, az mi nagyjából belefér, igaz, gyerek, és... Szóval... Na látod azt a példát? Az nem lehet, még? Az nem lehet a tiéd, érted? Na, hát nem, kevés, adja még egy kicsit. Szilveszel hívott, azt mondta, még egyszer ilyet csinálsz, hogy Mr. Cicinek nem fizetett ki, akkor le lesz vágva a kis falkad. Most tudsz iszom vele. Tudsz számla számot, gyere, tigrincs, gyere. Adja kápét. Készpénz, lopogósz kell. Adja akkor már még egy spanglit. Ilyenekkel járom én. Te szép normális vagy, de ezt ne hákezdél. Komoly. Ezt szoktam látni. Akkor adjam a lécét, töltött cigit, mert rosszul vagyok. Nálam van, ha nincsen nála cici. Csak először fizessen ki. Igen, adjad a pénzt, én megszámolom. Csomi, ez van csak. Ez a kis jeleke átbelt, hogy mi? Kicsit kevesebbet adott, biztos figyelmetlen volt, érted? Mennyiben? A feled mi a helyzet, Tigri? Fogalmam szint. Lehet, hogy mindent csak segített. Hány cigit vett? Fingom szint. Mutasd meg kezeden, hány szállt adtál neki? Fogalmam szint. Most ne szólakodsz, hogy nem emlékszel hány szállat. És azt hiszem, mennyi fizetett el? Lehet, adta egy kicsit még pluszba, érted? Úgy kipróbálnám azt a... Ki lehet lágában? Lehet, tök jó lehet. Hol van? Ott él. Adja még egy... Málisz. Nem szokál hozzam. Jó? Csak a olvosszal elláthatom magam, én szalul vagyok. Ki ez a dollel? Valami rendőri. És betadint egy pamacsot, bebetanízom a pamacsot, és azt lefertőtlenítem a könyöködet. Elesztem. Így mi? Ezt mivel estél? Kicsit csípcsőbe. Lépcsőbe? Lépcsőbe leesztem. Hát mondjuk ilyen papucsra nem csodálom jelesen a lévcső. Ja, beakadt az a szal. És akkor kiveszek egy kis... Elszakadt, nem? Jól látom. Bandás, és akkor bekötöm. Kicsit. Azt megköszönöm.
egy kicsit begyűlődött, csak nem, így, nem szokott el. Tapasztalom. Hát le kell cserélni. Ó, szuper, már is jobb. Lehet cserélni. Hát, ilyen. Dinókodata. Ezt mondom én nekik is állandóan, de hát... Nem kellett elélni, nem szokott elélted. Akkor adok még egy aspirint, és akkor ezt majd vízzel be kell venni. Rendben. Ez lakossz, igaz? Jól látom. Persze, krokodilosz. Hát, szép, csinos. Lakossz, nagyon menő. Nem te fölöttél az izébe, a patakba valahol ott? Nem fölöttem, csak kimosztom a szekkem. Tessék. Kiraktam ilyet, mert nagyon cípett. Ah, kis csapban vagyok. Oké, köszönöm, akkor gyorsan befosztam. Rendben. Befosztam, és utána kitörültem a szeggel. De már fülöttem. Hát a patakban, nem? Hát, de utána már fülöttem. Nem alkoholos, nem, ilyen gyümölcslé. Hát most mit csinálja a cípett a szeggel? Akkor rendben van, akkor ezzel levertem. Csak alkohollal, nem? Doktor úr! Rendben, köszönöm. El lesz a lépcsőn, fáj a térdem. Na minden jót. Felhorzsoltad? Egy kicsit. Lászom már el. Á, jó, rendben. Akkor betatin, pamacsot kiveszem. Lebetanidozom a pamacsot, így lefertőtlenítem a sebet. Kicsit csípni fog. Szia, je! Yeah. Szia, kunkoly! Te jó bírod azért. Én mindig vanyítok ilyenkor. Így, akkor. Bandázsra körbe tekerem. Kicsit cíp, de én szokott bílok, érted? Így, né? Ilyen nagy faszol vagy, ilyen kemény vagy. Betedint és leragasztom. Losszul eszik, hogyha azt mondom, hogy kis lótyom? Hát igen, nem vagyok lótyom, mindenki azt fogja hinni városba, hogy fizetni kell nekem, és akkor megdughat. Ez nem jó. De ez nem igaz. Tudják, hogy csak szelelemből mondom, érted? Hittem, de tiszteletlen ticiá, érted? Nem jó, ha lótyot mondasz. Mondjad inkább csajom. Akkor most hátla hajoljak smálolni? Megtanultál más smálolni? Kicsit ókolózás, érted? Lassan. Értem, nyelvesed szeretnél? Kicsit. Csak már előtte telcizek, a pénz fontosabb. Hát kap be, akkor nem is kapsz többet. Legyél tülelemmel. Na jó, pá. Jó. Csá, Ozi! Kó, volt, tibé, segítetek? Csá, menik én kaktuszra szűcítveni, kulva finci! Aha, ott vagy? Lébén. Most megyek, mert bejöttem egy kis anyagért, mert elfogyott a paprika. Jó, nem meg! És ott vagyok, jó, szuper! Volt. Szuper, cső! Tényleg kicsit meg kéne szemben... Csak... Tök rosszul. 20-szal többet megyünk ott, ha nincs összetölve. Viszont amúgy Jézus Mária! Szent József, azt a... ez tök, ez tök volt. Ez kulót, még egyszer! Hát, hogy nem ijesztő, meg nem horrorfilm, meg nem kaszabol, meg ilyenek, hanem ilyen teljesen pszichológius film, érted? Mondok, úgyhogy lehet, hogy az a baja, mint a széttövébe a csávónak. Szerintem valami baj volt a franciában. Ez volt egy szózat, ilyen DC szózat. Hát nagyon katyú volt egyébként, tök leszal volt, és... Abba is volt egy szereplő, akinek 90 valamennyi személyisége volt. Az jó kis film volt. Már a szolozat? És a széttörve titiát, te láttad? Te szék, mit szodát? A széttörve című filmet. A széttörve, az ír volt? Ez olyan a francia. Én nem láttam. Olyan én masszurbáltam le. A széttörvére? Mire? A csájra? Amikor a kopasz csávó beütözik csájnak? Arra? Nem van a lész le. A melyikre? Mászik le, de amúgy is ez teljesen magánügy, érted? Vagy amikor a child kiviszi, hogy magáévat tegye, és elmondja a barátnőinek jelölte, hogy pisiljen be, és akkor nem fog baja esni, és a child bepisilje, hogy ne erőszakolja meg. Lemek, szeretem azt a lészt. Arra verted ki? Az volt? Nem azt mondtam, csak azt, hogy szerettem azt a lészt. Akkor arra volt. Ez lágalom. Lágalom? Miért nem fulódsz? Légy, nem szeretném én ezt végighallgatni szerintem. Nem baj. Valahogy tici millem izé matyizik. Értem. De ez mi? Balátok vagyunk most. Te mire beszél matyizol, őzlám? Te mire veled? Magánügy, ahogy tici mondta az előbb. Já, értem. Titkosz. Észted, legalább mire ticizel?
Te mire DJ-zel? DJ? Persze. DJ. Hú, nem is tudom, amikor mire van kedvem. Magánügy. Most nem megyünk le, amúgy vagy itt van Mahozi? Látsz itt nászik le utót? És a biciklével jött, vagy motorral is lement, vagy cónakkal? És hogyha igen, neki ő jetskizik egész nap a nagy ízi tengeren tavon. A követés, szia! Küldj egy GPS-t, és... Lelaktam, küldj egy GPS-t, és megyek, húzzal a bél. Jó, jó van, mindenki se van. Hello, édes! Cici vagyok. Sokan úgy hívnak csak, hogy Mr. Cici. Igen, egyszer már találkoztunk. Szeretném megkérdezni, hogy milyen kis napod volt? Köszönöm szépen, egész mozgalmas. Neked? Nekem is mozgalmas, mert mindig tetszik nagyon a fülci valód. Köszönöm, nekem nagyon, az ingedjük. Nagyon kengszel lesz. Köszönöm. Megy a bajszot, az esküszöm. Nem lég vettem, érted. Alla lenni kíváncsi, ha lennék kíváncsi, hogy olyan kis bulkesz, ami alattad van, honnan valázoltál? Erre gondolsz? Jó, alla, ó! Jó, de folló! Most mit csináljad? Gyúrunk az urammal, de én? Kicsit gyúlász, és akkor úgy van ilyen kis bulkesz. Gratulálok! Köszönöm szépen! Nem nagyon szoktam féltékeny lenni, csak mondom, de most kicsit féltékeny vagyok a kis bikádla, a kis löködle. Hát figyelj, kamázzi is, hogy most őszinte legyek, de nem akarok már képűnek hangzani, értem. Persze, de tisztában kellene élted, azért van alatt a koffel. Jó, kelek! Persze, érted, hogy ne? Olyan kelek, mint Afrika. Kamázzi is. Jó, lemek. Na, csak ennyit akartam, vigyázz magad, minden köszönöm, ilyesmi. Jó, köszönöm, megkérdezted ti is. Cső! Sziasztok! Ó. Gyorsan menjünk, mert Zinon ott van, és tartozunk neki. Cumi mindenkinek. Bajt meg kell, ezt tényleg itt mentél mellettem? Ez most melyiken vagytok? Menj le, itt vagyok az első emeletem, bajt meg. Persze, megyek. Out, az volt az első, első. Mi nem is láttam? Lassza, lassza, ne! Őzd le vissza, nem most szeleltettük meg a kocit. Nem, de egyszer mentem neki. Mit kell hisztizni? De most szeleltettük meg ember, össze van törve. Semmi baja. Vagy meg úgy, ahogy nem is lennék itt, érted? Direkt, ilyen átszázás. Értem, hogy nem is hozzám jöttetek. Itt a szargy a kocsi csomagtartójában. Ennyit tudtam neked hozni, nem kell azért. Ezt hajtott van, nem. Ez új dolog, ezt számolod, de ezt ingyen kapod, érted? Ez barátságunk miatt. Csak akkor fogadom el, ha adsz egy kis puszit. Tesz nem kapsz. Múltkor kaptam szokat. Most is szeretnék egy tanapot. Pont ez az, hogy azt mondtam, hogy oszd be. Mert az azt mondtam, hogy te ennyit tudtam hozni, mert nekünk is csak 30 tárunk van, érted? De ezt ingyen kapod, ezt mind. Persze, köci szépen. Kicsit én is megnézem, hogy már kivettem. Jó, szívesen. Belaktam a kis... Sokkel még most szólj. Kellene húz a lab. És azt az égcélbolt, azt mikor igen, csináljuk meg? Őzláb elég nagy gangszer közöttünk, és ő szimán benne égcélboltla, csak én nem megyek ki. Neked a barátnődnek az aranynyaklánc, meg az aranynyékszer nem kell. Kérdele. De kellene egy gyémánynyakláncucka, két alap. Ezt mondtam, ez 2500 darabja. Az aranyóra is van, meg aranyaklánc is van. Óla nem ezek kell. Ezek a polcsom. Aranyaklánc kell, az 500 euró darabja. Ezért hozzá nekem két alap, ez kurvaszok, ez lengetek, ez több ezer. Két alap gyémánygyakláncot a cajomnak. A másikat meg a másik cajomnak. Ez összeset adtad neki? Összeset? Kurvára 4000 számolom, mint ez kurvára 4000 euró. Jó szok. Hát jó van kár, ezt mikorra kellene most? Most, nem? Persze. Hát akkor szálljunk a kocsiba, gyertek utána. Jó, lemeg. Láttad milyen menő volt? Egy le jobban megy ez a Bad Boys-hoz, átszusszanálsz. Hát de nekem nem ilyen... Jézusom, azt...
űzláp. Űzláp... francba. Tudod, hogy miért jól szólt le az Audi? Mert kicsit hamarabb indult, azért. Francba. Isten, kik olyan, de ki publikból? Mésántikás, Kálas. Kalambolosszunk egy kicsit. Szerintem. Beleszálltunk volna a kis fába. Itt vagyok a csóró ingatlannál. Tudom, hogy most vagy itt. Te is itt laksz. Eleteti? Nem, ez itt a raktáram, csak érted, nem itt lakom. Tehát hogyan lenne eredeti? Eredeti alany meg minden ilyesztő követkész az. Tehát nézd meg. Megkapsz kettőjét is. De nekem kettő gyémánt ocka kell, mert... Így ezt meg visszaadom, így visszajáró. Az a baj, csak egy gyémánt kocsosra emlékeztem. Röhögött, geci, mikor kiugrott, akkor csak röhögött egyet. Rendesen még röhögött, geci. Röhögött, mikor kiugrott. Úgy azok röhögéstől. Passa, meg mi a passz csinálni? Istenem. Istenem, most mit csinálsz? Őzláb, szietnék. Miért ugrottál ki? Mi van? Tetszik a asszony búlája? Te szék? Te szék? Mondom, szél a szécskisztél, mondom, asszony mondta, hogy tetszik búlája. Nem úgy, nem fűszemélted, csak megdicéltem, hogy lebeg formája van. No probléma. Ja, lenni jó, jó. Tudni. És mondtam is, hogy kicsit féltékeny is vagyok, te vagy az Ulla? Igen, igen. Ügyesz. Ja, hát, mondtam, hogy kicsit most... féltékeny vagyok, érted? Azért abban lemek minden eszem ott lenni, érted? Lajta benne, ilyesmi. Ja, én tudni. Mondtam neki, te minden fát meg tudni most kamaszkorban. Hány éves vagy már? 17 vagyok már. Na, hát miért kamaszodsz? Hát igazából az élő macskát megdugod. Vagy még a halottat két tudja. Persze, szeretnék szokat kúlni. Szóval bílok magammal, érted? Azt miért nem kérsél valami nőcét? Van már cajom. Hát akkor van, basztad aztat! Persze, kulom majd. Kulom majd, csak még ismerkedünk ilyesmi. Igen. Jó vagyok. Most hát ez... De várjál már, most ilyen régi stílus, hogy a Run Bicycle? Kicsit ismerkedünk, most vettem neki aprószágot, ilyesmi, és biztos, hogy szerintem jövétem biztos, hogy kulunk. Szerintem hív fel, menj át, kúrd meg. Ja? Lemek ötlet. Málisz felhívom, érted? Te sokkal tapasztaltabb vagy. Jó van, köszi kell. És cókolom a cajot. Nem cókolom, érted, hanem csak... Papsiba elsőnek, jó? Vészes előni fa. Oké? Okay? Ennek örülnek a cajok elsőnek? Hát ja. Szereti, igen. Jó, lemek. Jó, köszi kell. Okay. Fogad meg tanács, oké. Okay. Jó. Szép étvégét. Neked is, elő. Hívj fel, azt bazd meg! Na, titkén akartam tanácsot. Na, milyen tanács? Hát az elsőnek polpokra rakni, baratni. Hát van, aki jó van, nem mindenki. Igen, ugye? Mondom neki, igen. Papsi, te szeret, igen. Kamer. Na, köszi még egyszer, cő! Nincs, ér, szia! Now I was born in the gutter facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.